Az Európai Kereskedelem Napja elnevezésű rendezvény fő célja, hogy a kereskedelmet, mint a legnagyobb GDP, áfa és adótermelőt, valamint a legnagyobb munkaerőpiacot jelentő szektort fókuszba állítsa. Az Európai Kereskedelem Napja alkalmából Budapesten szakmai fórumot tartottak. Talán most már mindenki látja azt, amivel már 2 éve elkezdtük figyelmeztetni a döntéshozókat arra, hogy lesz egy olyan pont, ahol a fogyasztás élénkülésével, a gazdasági mutatóknak a javulásával és a válságnak a végeztével be fog állni egy olyan szűk keresztmetszet, ahol a munkaerő kérdése kifejezetten égetővé fog válni. Ennek nagy kiemelt területe a kereskedelem. Ahol ugye mindenféleképpen várható is volt az erős fluktuáció, illetve az elszivárgott munkaerő miatt várható volt egy nagyon komoly hiány. Most arra mondhatjuk azt, hogy legalább 30-40 ezer munkahely az, ami gyakorlatilag keresi gazdáját. A rendezvényen az aktuális témák megvitatása mellett díjakat is átadtak. Klauzál Gábor elismerő oklevelet vehetett át Szurovcsák Ilona, a Szabolcs-Kóp ZRT vezérigazgatója. Több évtizedődik a KOP rendszerben, és úgy gondolom, hogy az, amit Szabolcs-Kópnál elértek, az egész országban példamutató. Hisz nagyon szép, jó boltjaik vannak, jó munkatársaik vannak, jó gazdálkodó szervezetek lett a vezetője. Korábban annál a társaságnál végigment, kezdve beosztottól, kereskedelmi igazgatóig, vagy vezigatói funkciót is elérve. Szurovcsák Ilona kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységét ismerték el a díjjal. Meglepetés volt számomra ez az elismerés, és nem is tudom még feldolgozni. Szeretném megköszönni a KOP rendszernek, hogy rám gondoltak. Örülök neki, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és több évtizede lehetünk a vásárlók szolgálatában. A rendezvényen elhangzott, az Európai Unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió főt, a teljes európai GDP 11%-át ez a szektor adja. Hazánkban mintegy 540 ezeren dolgoznak az ágazatban.